Örülök, hogy eljöttek, mert meg szeretnénk osztani ezt az örömöt. Az első portréfilm, és azért elég rendhagyó formában DVD-n jelenik meg a főhősről, amilyen még nem volt. Az előtörténetet majd elmondják a résztvevők, az érintettek. Rendkívül boldog vagyok, hogy ezt sikerült összehozni, évek teltek ebbe el, míg teljes evidenciaként rátaláltam, hát 30 akárhány éves ismeretség után Surányi András rendezőnkre, akinek hát csodálatos előzményei vannak, amit talán ismernek is, biztos vagyok benne. És akkor, mikor én őt megszólítottam a film ötletével, akkor úgy fogadtam, mint valami teljesen magától értetődő dolgot, hogy természetesen megcsináljuk. Na jó, de aztán jött a pandémia, és eljött a mostani nyár, amikor sikerült ezt a vallomást létrehozni, illetve a vallomásra bírni a főszereplőt, illetve az egyetlen szereplőt, a többi az is meglepetés. Úgyhogy én nem is szeretném szaporítani a szót, hanem átadom. Először úgy gondolom, hogy a kiadó is mondja el a maga megpróbáltatásait. És aztán, ja, nem mondtam előttől, én a Tródi János menedzsere vagyok, és a film producere Mentlet Krisztina, elnézést, ezzel kellett volna kezdeni, de annyi ismerős van itt, hogy ez is szinte természetes, hogy itt vagyok, de jó. Akkor átadom Bene Attilának, a Grundrekord tulajdonosának a szót. Köszönöm szépen. Igazából nekem nincsen sok mondani való, mert mint kiadó és a Bródi János hangfelvételeinek gondozója, nagyon egyszerű helyzetben voltam, mert adott egy film, ami elkészült, adott egy produkciós menedzser, Krisztina, aki határozott elképzelésekkel rendelkezett mindennel kapcsolatban. Nekem csak annyi volt a feladatom, hogy összehoztam őt egy remek grafikussal, aki megcsinálta azt a kiadványt, amit hamarosan már a boltokban is lehet kapni, DVD és 2 CD díszdoboz képében. Nagyon jól néz ki, nagyon szép, ők nagyon sokat dolgoztak vele. Szerencsére nekem kevesebbet kellett foglalkozni vele, mert az összhang azonnal kialakult és tökéletesen működött, úgyhogy én a részemről ennyit tudok mondani a kiadványok kapcsolatban. Nagyon örülök neki, mint minden Bródi kiadványnak, mert nagyon szép, mint minden Bródi kiadvány. Rendkívül tartalmas. Köszönöm szépen! Annyit szeretnék hozzátenni, mielőtt átadnám a rendezőnknek a szót, hogy meséljen, hogy az fontos, hogy a vallomások között dal részletek hangzanak el, amit tulajdonokban levő, tehát még soha ki nem adott koncertfelvételekből, ami teljes koszban a két kísérő CD-n hallható. Tehát ezek még nem jelentek meg, legalábbis zömében. Úgyhogy ennyit a kiadvány. Kiadványban is akkor a szerzők meséljen. Sokan jó napot, illetve egy szervezet, sok kollégát ismerek. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, és hogy itt vagytok. Ha lehetek személyes, akkor csak annyira szeretek kicsit mesélni, hogy János nekem gyerek ifjúkorom óta idol és ideál, és hihetetlen nagy tiszteletet, szeretetet értem meg mindig. Most, amikor Krisztina jó voltából végre együtt ülhettünk, együtt gondolkodhatunk, akkor bennem egy igazán mély és nagy katarzis játszódott le. Egyfelől János minden nap elmondani nem kell a film, ami önmagában egy nagyon inspiratív és nagyon baráti tűnő gesztus, de egyre közelebb kerültünk egymáshoz, ami egy fantasztikus élmény, érzelmi és intellektuális értelemben is, hogy egyre több kicsi rekeszni van meg a lelkében, ha szabad mondanom, a gondolataiban, és olyan közel kerülhettünk ebben az igen hosszú megismerési és diskurzív folyamatban, ami elképesztő élmény. Egyfelől egy, ha szabad mondanom, mindent tiltakozni fog, mert mindig esen el, fantasztikus alkotó személyiség, hogy úgy mondjam, a gondolataiban sikerült egy kicsit belelátni, beleérezni. Másrészt maga a személyiség
lenyűgöző volt, ahogy följönnek emlékek, érzelmek, gondolatok, és ebben egy elképesztő mélység nyílt meg a számunkra, amiben a film, mint olyan, a legkézenfekvőbb és a legörömtelibb esély volt arra, hogy ezt megmutathassuk minél több embernek. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény, öröm, és talán mondhatom, hogy egy nagyon érzékeny, mély barátság alakult ki. Hosszú-hosszú évtizedek szünetei után egyszer csak onnan folytattuk, ahol valamikor még egy ifjú titánként lobogó hajjal elképzeltük a világot. Hogy a világ nem olyan, amilyennek elképzeltük, az elég szomorú, erről sokan beszéltünk, ez a filmben is megfogalmazódik, de azt az élményt, amit kaptam Jánostól, és közben Krisztina állandó védő baráti szeretet a közben az egész stáb, itt van a kollégám Kis Rihárd, és a többiek most nem lehetnek jelen. Azt ezután is szeretném megköszönni, mert ez a bizalom nagyon-nagyon ritkán adatik meg egy munka, egy úgynevezett filmcsinálás során. Szóval egy igazi nagy élmény, egy nagy boldogság, és egy nagyon-nagyon mély emberi, baráti, együtt él és együtt lét alakult ki itt az élet során. És még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok, ez azt mondom, hogy mindjárt nagy öröm és nagy megtiszteltetés. Köszönöm szépen. Akkor mielőtt bármi elkezdődne, azért a főszereplő is mondja valamit. Nehéz rávenni, de azért most ebbe a szent pillanatba talán sikerül. Hát, köszöntök mindenkit, aki itt van, és nyilván érezhető is, de ilyen helyzetben én mindig nagyon zavarban vagyok, mert olyan mondatokat hallok, és olyan jelzőket, amiről nem vagyok meggyőződve, hogy megérdemlem feltétlenül. De gyakran gondolok arra, hogy vajon az ember azonos-e a róla alkotott nézetek összességével, és alapvetően dalszerzőnek tartom magam, és ahogy elmondták, nagyon sokáig úgy éreztem, hogy valójában ezek ez a film, ezek a felvételek, ezek nem olyan fontosak, mint a dalok. De amikor kiderült, hogy valójában a dalokról kell és lehet beszélnem, és kiválasztottunk 34 dalt, ami talán jelzi azt az ívet, amit én az elmúlt több évtizedes munkám alatt befutottam, akkor mégis kötélnek álltam, és körülbelül ugyanilyen szaggatottan és bizonytalanul beszéltem Surányi András és a Ricsi kamerája előtt a dalokkal kapcsolatos érzelmekről, gondolatokról. Azt kell mondanom, hogy amikor kész lett a film, akkor mélyen megemeltem a kalapom András előtt, mert a több mint 4 órás anyagból tényleg azokat a mondatokat, azokat az összefüggéseket válogatta össze, és került a filmben. Ugye a vágás, az editálás, az talán az ilyesfajta produkcióknak a legfontosabb és a leglényegesebb munkafolyamata. Úgyhogy azt gondolom, hogy a végeredmény az számomra is elfogadható, nézhető, és talán egy kicsit többet jelent, vagy talán sokkal többet jelent, mint egy újságcikk, vagy mint egy mély interjú. Különösen azért, mert a dalokhoz kapcsolódik minden. És tulajdonképpen hálás vagyok Mendler Krisztinának, aki talán attól kezdve, hogy a 70. jubileum alkalmával az Arénában egy fantasztikus koncertet rendezett, és ott is úgy volt, hogy én sokáig mondtam, hogy nem biztos, hogy nekem az Arénába kell fellépnem, meg nem biztos, hogy érdemes lesz ezt felvenni,
de végül ennek a felvétele megtörtént, a Grundrisz kiadta, és nagyon szép sikereket ért el, és sokan látták, és sokan nézték, és azóta Krisztina minden egyes nagyobb koncertet felvesz. Valahogy megszervezi, hogy legyen ott kamera, és legyen belőle felvétel. Így aztán rengeteg olyan felvételünk is volt, amiről a nagy közönséget nem értesült, vagy nem látott. Tehát élő felvételek, nem olyan tökéletesek, mint a stúdió felvétel, de talán egy kicsit több van benne, mint a stúdió felvételekben, ahol azért amikor a dal megszületik, és manapság általában elsősorban a stúdiókban születnek meg a dalok, és ott veszük föl. Tehát az első alkalommal még nincs annyira bennem, nincs annyira a zenészekben is. A koncertfelvételek, amikor már sokat gyára játszunk, akkor valahogy megelevenednek, és egy kicsit még többet is tudnak jelenteni, különösen a közönség reakciójával, a közönség rezonanciájával együtt. Néha magam is azt érzem, hogy én tulajdonképpen már nem szerzője vagy előadója vagyok ezeknek a daloknak, hanem gyakran a szolgálója. Nekem már az a dolgom, hogy azokat a dalokat, amiket a közönség megszeretett, azokat lehetőség szerint úgy adjam elő, hogy ne okozzak vele csalódást. És egyébként erre készülünk most is, november 12-én újra az arénában lesz egy olyan koncert, ami lényegében áttekinti a pályafutásom. És ugyanúgy, ahogy ez a DVD film, a koncert is némiképp megpróbálja az eszenciáját adni annak a majdnem 60 éves zenei pályafutásnak, amit én, mint pálya elhagyó, 1964-ben elkezdtem, és sose gondoltam volna arra, hogy a 77. évemben még mindig gitárral a kezemben fogok a színpadon állni. A filmhez pedig türelmet és nyitott szíveket kívánok. Remélem ráértek. Ez másfél óra, amit most elindítunk, és a meglepetés, ami az extrákban van, az plusz, az rajta van a DVD-n. Elmondjam, hogy szóval... Szóval az ötlet az volt, hogy ugye a Hajér Rózsa Molnék talán a legikonikusabb, talán az a, ha egyetlen kell kiemelni, talán az az, amit mindenki ismer, és kívülről tudhat, legalábbis a közönség mindenképpen. És arra gondoltunk, hogy az öt versszakot egész más területen működő kiválóság fogja elmondani, nem énekelni, elmondani. Az első mindjárt ugye a Rózsa, az Tóth Krisztina, íróköltő. A második, és ezek nem szándékolt gondolatok ezek, hogy a kaput az Dr. Bér Miklós püspök úr. Az ablak, amit én van zene, az egész világra ablak, Fischer Iván karmester úr, a lánctalpat, illetve az utcát, ami a békét kiállt, az pedig Mészáros Antónia, a UNICEF magyarországi vezetője, jövő a gyerekek, és a zászló pedig Cserhalmi György, a nemzet színésze fogja elmondani. Hát jó szórakozást is! Legyetek velünk! Köszönöm szépen!